Új munkásszállás épült Bolyban. A beruházás elkészült épületeit most adták át. A Baranyai városban nagy szükség volt egy ilyen létesítményre, hangzott el az eseményen. A település ugyanis mintegy 4000 lelket számlál, közülük 1400-an dolgoznak nap mint nap a megyében az elsők között kialakított ipari parkban. Amelyek a bolyi önkormányzat régi hosszú távú fejlesztésének az eredménye, hogy ilyen típusú lehetőséggel tudott élni. A kormány támogatásával közel 300 millió forint értékben, amelyet a kormányhivatal biztosított a bolyi önkormányzatnak, tudott felépülni ez az objektum. Közel 80 ember fog tudni majd itt munka után pihenni. Az eseményen részt vett a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy napjainkban 4,7 millió munkavállaló él Magyarországon. Bodó Sándor kiemelte, hogy a veszélyhelyzet legnehezebb időszakában a bolyi régióban 20 ezer álláskereső volt, most ez a szám lecsökkent 12-13 ezerre. A város egy picit más, meg a környező települések egy picit más mutató számot mutatnak, hiszen itt azért Bolyon a ipari parknak is köszönhetően, és hát jó néhány helyi beruházásnak köszönhetően sokkal kedvezőbbek az adatok, az országos átlagot a járás ugyan meghaladja munkanélküliségi szempontból, de maga a város ezt kiválóan tud teljesíteni. Az ünnepélyes átadón kiemelték, hogy még a mohácsi határkikötő és Dunahíd kivitelezési munkálatai előtt jelezték ezek a vállalkozások, hogy Bolyban az új szálláson szeretnének lakrészt bérelni. Emellett még több más településről is érkeznek munkavállalók a városba. Az embereket, a dolgozókat is ki kell szolgálni, mert egy ilyen helyre, ahol 1400 ember dolgozik, a foglalkoztatottak egy része máshol is, nem csak a környékről jön ide, nyilvánvalóan szálláshelyek kellenek ezeknek az embereknek. Tehát itt igenis van létjogosultsága annak az állami programnak is, amikor az ilyen szálláshelyek létesítését ösztönzi. A munkásszálló egyébként még nincs teljesen kész. A már meglévő három épület mellé ugyanis még egy negyediket is építenek, ahol egy közösségi tér, betegszoba és akadálymentesített lakrész kap majd helyet. Ezekkel a munkálatokkal várhatóan 2022 tavaszára készülnek el.